egy olyan mondatot kaptam, amit szerintem 4-5 éves korom óta mindig a családban és a családon kívül is mindig megkaptam, hogy te a jéghátán is megélnél, te egy Kejfej Jancsi vagy, és most ez azért volt nagyon izgalmas, mert hogy a munkakörömet Magyarországon megszüntették, ami azzal járt, hogy most munkát keresek. És amikor beszéltem egy ismerősömmel, aki mellett dolgoztam, akkor annyit tudok mondani, hogy hát nem féltelek én téged. És erre te azt mondtad, hogy ez olyan, mint amikor a gyászolónak azt mondják, hogy hát részvétem. Igen, szerintem egyébként ez egy nagyon jó pragmatikus példa, amit hozom, mert nagyon sok szempontból rá lehet fűzni. És nagyon sokszor el szoktuk azt mondani, te ugye főállást keresel, én ugye a saját vállalkozásomban élem meg a hullámhegyeket, meg a völgyeket, és azt szoktuk mondani, hogy most mi a legrosszabb, ami történhet, elmegyek valamelyik ABC-be csipogtatni a vonalkódokat. Ami nyilván egyikünknek sem a végcélja, hogyha minden kötél szakad, és ezen múlik, hogy nem tudom én, lekapcsolják-e a villanyt, vagy tudok-e a gyereket adni a kaját, a gyerekeknek enni adni, akkor nyilván meg fogom tenni. Ez is azt jelenti, hogy a jéghátán megélsz. Meg az is azt jelenti, hogy megkéred az ismerőseidet, vagy becsiringelsz, hogy hello, halló, munkát keresek. Meg egy csomó minden azt jelenti, hogy a jéghátán megélsz, de itt igazából a helyes kérdés az lenne, hogy ó, baszki, miben tudok segíteni? A durva, hogy ez egyetlen egy embertől hangzott el rajtad kívül, hogy miben tudok segíteni, és van elég megtakarításod, hogy addig, amíg találsz munkát, addig túl tudj élni. Tökre jó volt azt mondani, hogy köszi, van, mert hogy eddig is jó a fizető állásom volt, és tudtam annyit félretenni magamnak, amiből most jó pár hónapot tudok állást keresni. Igazából az az érdekes, hogy mennyire nem tudunk a veszteségekkel mit kezdeni. Tényleg, hogyha valaki meghal, és ott vagy a gyászoló mellett, akkor miért nem azt kérdezünk meg, hogy szükséged van-e valamire? És ha igen, akkor mire? Maximum azt fogom mondani, hogy bocs, erre most én képtem vagyok, de lehet, hogy ismerek valakit, aki ismer valakit, aki majd tud neked segíteni. Bullshitelünk itt ezekkel a részvétel, meg te a jéghátán is megélsz, meg nem féltelek, meg erős vagy, és satöbbi mondatokkal. Főleg, hogy beszéltünk róla, hogy egy csomószor baromira nem akarunk erősek lenni.